tavasz van, akkor ugye megújul a város, megújul a természet, vagy szerencsére elkezd nőni a fűt. Most ennek a fű növekedésnek mindig aktuális témaként a városban. Az egyik megfeladat ilyenkor, hogy a fűvet, illetve a zöld területeket tartsuk rendben. Az mindenki tudja, hogy a Szompark, amikor nem mindig, 2010-ben létrejött, akkor gyakorlatilag három fő feladat volt, a zöld területeknek a karbantartása, vagy hát kezelése, a növényvédelem, mint olyan, és hát a harmadik pedig az a parkőri vagy parkrendezési szolgálat. Tudom, hogy ezen kívül vannak egy lakossági törekvéseket kielégítő tevékenységük is, de erről majd nyilvánvalóan igazgatni részletesebben is.